Kibővítik a társadalombiztosítás által finanszírozott Lombik program eljárások számát, valamint változni fog az ehhez kapcsolódó gyógyszertámogatás is, jelentette be az emberi erőforrások minisztere Balog Zoltán. Új kormányrendelet lép életbe, melynek célja, hogy jobb legyen az eljárások átláthatósága és a hozzáférés, illetve hogy olyan szabályozást alakítsanak ki, amely a lehető legtöbb párnak megadja a gyermekvállalás lehetőségét. Most jelenik meg az a kormányrendelet, amelyik a Lombik Bébi programnak a bővítéséről szól. Jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. A rendelet célja, hogy segítsék azokat a párokat, akik gyermeket szeretnének, de meddőségi problémákkal küzdenek. Balog Zoltán elmondta, ma minden ötödik gyermekre vágyó pár, a szülőképes korban lévők 20%-a szembesül ezzel a gonddal mi a magánéleti döntéseket természetesen tiszteletben tartjuk. Tehát senkinek nem szeretnénk nem csak hogy tanácsokat adni ebben az ügyben, hanem vagy kényszeríteni, vagy bármilyen olyan döntést erősíteni, vagy erőltetni, amit az érintettek nem tartanak jónak. Tehát a magánéleti döntést tiszteletben tartása mellett ugyanakkor szeretnénk segíteni azokat, akik akik a meddőségi problémákkal küzdve különböző megoldási lehetőségekhez szeretnének folyamodni. A miniszter kiemelte, a kormány másfél milliárd forintot adott a Betesda Gyermekkórháznak és a Budai Irgalmas Rendi Kórháznak új nőgyógyászati és andrológiai részleg létrehozására, ahol olyan alternatív kezeléseket kínálnak, melynek segítségével a meddőséggel küzdő párokat segítik abban, hogy természetes úton fogadjon kisbabájuk. Emellett a gyermekre váró párok választhatják az örökbefogadást is. Az új rendelet a Lombik programnak a működtetéséről szól. A kivizsgálás és a művi megtermékenyítés térítésmentes, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott, tehát ezeket a kezeléseket a magyar állam finanszírozza, jelentette ki az emberi erőforrások minisztere. A finanszírozott ciklusoknak a száma nő ezentől, ha megszületik a gyermek, akkor a számolás újra kezdődik, tehát újra lehetőség van öt ciklusnak az igénybevételére. A jövőben az első gyermek megszületéséhez tehát öt ciklus, és amennyiben az első ciklus sikere jár, a további gyermekek esetében gyermekenként újabb négy-négy ciklust finanszíroz az állam. A módosítás hatására mi azt várjuk, hogy két-három éven belül megduplázódhat a bevatkozás szám, Novák Katalin, család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, hogy Magyarország 36 éve küzd demográfiai krízissel, és ebben a válságban minden gyermekvállalási tervet segíteni szeretnének megvalósítani. Az egyik célunk az, hogy ne kelljen várakozniuk a fiatal pároknak hogy a lehető legkorábban jussanak hozzá a kezeléshez. Azt is hangsúlyozom, hogy ez nem egy egyszerű, nem egy rövid folyamat. Ilyenkor egy hosszas kivizsgálás kezdődik el, és bizony az is időbe kerül, amíg eljutnak odáig, hogy aztán beültetik azt az embriót. De a célunk az az, hogy ezt az eljárást, ezt a beavatkozást, a kivizsgálásokat mindenki azonnal el tudja kezdeni. Ónodi Szűz Zoltán, egészségügyért felelős államtitkár kiemelte. Mind a magán- és állami ellátást nyújtó intézményeknél bevezetik az eljárásokkal kapcsolatos regisztrációt, így már nem csak a sikeres beavatkozásokat kell lejelenteni, hanem a lombik eljárás indulásakor is szükséges lesz a regisztráció. Emellett a támogatási rendszert is ismertette az államtitkár. Köszönöm a magáncégeknél volt az, a, az, a, az a anomália, hogy egy részük éltott fel támogatással, 70%-os támogatással a gyógyszert, a többiek pedig csak 25 at tudták felírni. Az új szabályozás egységes lesz, minden olyan kezelés, amely nem államilag van támogatva, ott a szabályzás 55%-os támogatást ír elő. Tehát nem lesz különbség a tekintetben, hogy valaki szerepelte egy felsorolásban vagy sem, hanem mindenkinek 55 os támogatással fogják tudni utalni a gyógyszereket. Balogh Zoltán beszámolt arról is, hogy a Lombik program kibővítése 2-3 milliárd forintos plusz finanszírozást jelent.